Lájkold te is a Sziget Kösport Facebook oldalát. Több mint három hónap elteltével játszott ismét bajnoki mérkőzést az UFM arénában a Maderson Mosonmagyaróvár, amely a Vác együttesét fogadta. A sötétkékmezes óváriak a negyedik, míg a vendégek az ötödik helyről várták az egymás elleni találkozót, amely mindkét oldalon sok hibával indult. Látható volt a kettős terhelés miatti fáradtság a játékosokon, így az első negyed óra 20 perc nem hozott látványos játékot. A kapusok mindkét oldalon remekeltek, Szemerei Zsófi összesen 12 védéssel zárt, ezek nagy részét az első félidőben mutatta be, és jól teljesített Bukovszki Anna is, aki 10 lövést hárított. A 17. percben 6-6, a 25. 9-8 volt az állás, a csapatok tehát fejfej mellett haladtak. A holdponton az óvári csapat tudott túllendülni, és Tóth Eszter vezérletével egy 5-0-es szériával zárta az első félidőt, így a szünetben 14-8-as hazai előnyt mutatott az eredményjelző. A második játékrész elején 7,5 perc alatt 6 gólról 2-re olvadt az MKC előnye, de Gyurka János együttese nem esett pánikba, hanem azonnal reagált, és egy 8-1-es periódust produkálva eldöntötte a két pont sorsát. Tóth Eszter 8 gólt szerzett, de nagyot ment a csereként remeklő Tóth Nikolett is, aki 21 perc alatt 6-szor talált be a Váci kapuba. A Mosonmagyaróvár végül 10 góllal, 30-20-ra legyőzte a Vácot, és sikerével továbbra is a negyedik helyen áll a tabellán. A fáradtságot meglátszik, gyakorlatilag próbáltunk frissíteni, próbáljuk a lányokat úgy formában tartani, de igazából hullámzik ez a játékunk, és most azért látszik is, hogy a csapategység az teljesen jó. A védekezéssel nyertük meg ezt a mai mérkőzést, ehhez hozzátartozik a kiváló kapus teljesítmény is. Azt gondolom, hogy támadásban mind a két, meg lerohanásban mind a két csapat sokat hibázott, de valamilyen szinten azért egymást is rákényszerítettük erre, és nálunk volt a kapuban egy nagyon-nagyon jelentős teljesítmény, amivel úgy éreztem, hogy meccsbe vagyunk. A meccs elején ott idegesek voltunk, és kapkodtunk, sok hibát vétettünk, vagy az itterekbe, vagy az utolsó passzoknál, de aztán a félidő vége fele ez így stabilizálódott, ott jobban kijöttünk ezekből a dolgokból. Szerintem nagyon sok buta hibát követtünk el, mint támadásban, mint védekezésben, amit a Mosonmagyaróvár kihasznált, és ez megbosszulta magát. Igyekszünk ezt kijavítani, sok időnk nincsen, vasárnap Európa Ligát játszunk. Folytatódik az erőltetett menet az MKC számára, hiszen a csapat szombaton a dán Ikastot fogadja az UFM arénában. Sziget Kössport.